Aranypóni díjban részesült a Szejkefürdői Mini Erdély Park. A legjobb szabadidőparkoknak járó díjat idén 10 létesítmény kapta meg. Az erdélyi parkot azért díjazták, mert egyedi és különleges módon kötötték össze Erdély kulturális örökségét a szórakozással. Aranypóni díjat kapott a Szejkefürdői Mini Erdély Park. A nemzetközi díjat október 17-én Bergantinóban adták át. Ezzel a díjjal 2002 óta ismerik el a legjobb szabadidőparkokat, és hangsúlyt fektetnek azokra a kisvállalkozásokra és szakemberekre, akik kis költségvetésből hoznak létre kiváló létesítményeket. Idén 10 díjat osztottak ki. A Mini Erdély Park azért részesült ebben a kitüntetésben, mert a szabadidős központban különleges módon kötötték össze Erdély kulturális örökségét a szórakozással. A park tulajdonosa szerint a díj arra ösztönzi őket, hogy továbbfejlődjenek. Hát az ösztönzés az van, mert egy ilyen, főleg egy nyugati elismerés, ugye rákerülünk egy európai park térképre, kapcsolatokat létesítettünk, ott a kollégák, szakembereket találkoztak, és látták azt, hogy hasonló a gondolkodásunk, mind a litván, mind a török, mind a német, osztrák parkvezetőkkel. Tehát mindenképpen mi tanultunk is ezektől, úgyhogy fejlesztések mindenképpen kell legyenek, hiszen minden évben egyet előrelépünk. Az egyedi Szejkefürdői Parkot a székelyföldi legendárium csapata álmodta meg, és más európai parkok ihlették. A célja, hogy maketteken mutassák be a multikulturális Erdély építészeti sokszínűségét, fénykorukban jelenítve meg a régió minden nemzetének legfontosabb épületeit, és innovatív megoldások által népszerűsítik a nemzeti kulturális örökséget. A látogatók kisméretben nézhetnek meg több fontos történelmi emlékművet. A Mini Erdély Parknak egyébként idén közel 120 000 látogatója volt, és nem csak belföldiek látogatták.